A koronavírus járvány megfékezéséért tett intézkedések közül az első között volt az egészségügyi ellátás szabályozása. A vírus hazai megjelenését követően ugyanis az országos tiszti főorvos miniszteri iránymutatás alapján arra utasította az összes alapellátó praxist, hogy törekedjenek az orvos-beteg találkozó minimalizálására és a szakma szabályainak figyelembe vétele mellett a távkonzultációt helyezzék előtérbe. Irányunkba való megkeresést, ami telefonon történik javarészt, ez gyakorlatilag nem újdonság, és meglepő módon nagyon jól alkalmazkodott a beteg populáció, és azt hiszem, hogy megértőek és egyetértenek abban, hogy kerülni kell a tömeges megjelenéseket. A május elején hozott enyhítések nem csak a kórházi ellátásokat érintették, hanem hatással vannak a háziorvosi, illetve gyermekorvosi ellátásra is. Annyit változott most még a rendszer, hogy előjegyzés alapján személyes vizsgálatra is sor kerülhet. Ez egy órában 4 főt jelenthet csak, egy nap 3 óra hosszát nyithatunk meg így rendelést a betegek számára. Azokat az eldöntendő, tisztázandó kérdéseket segíthet esetleg a személyes találkozás, ami korábban esetleg ez nem jöhetett létre, és így ki is tudjuk talán védeni azt, hogy szakorvoshoz kelljen menni, amennyiben jobban meg tudunk győződni a beteg állapotáról. Fontos kiemelni, hogy a személyes találkozásokat is telefonos egyeztetésnek és időpontkérésnek kell megelőznie. A távkonzultáció az elmúlt hetek tapasztalatai alapján némi könnyebbséget is jelent a betegeknek, hiszen így viszonylag egyszerűen, telefonon, sorbanállás nélkül intézhetik a gyógyszereik feliratását.